Szétverte a jég múlt kedden Rozsály összes házát. Nem volt épp tető. A megyei közgyűlésben is téma volt a jégverés. A Fidesz frakcióvezetője sürgősségi indítványában azt javasolta, hogy a kormányzathoz forduljanak segítségért. Ebben hívtuk fel a kormányzat segítségét, és kértük a támogatását, hogy azokban a nehéz időkben bajba esett emberekről, akiknek egy életmunkáját áldozták arra, hogy az ingatlanokat rendbe tették, és ebben kár keletkezett. Nincs arra módjuk, lehetőségük, anyagi forrásuk, hogy ezt megoldják. Ebben valami kárenyhítésben, segítségben kérjük a kormányzat segítségét. Helmeci László képviselő azt javasolta, hogy a közgyűlési tagok fejenként 10 000 forintot ajánljanak fel a károkra. Ezt mindenki támogatta. Az ülésen elhangzott, hogy a szocialisták támogatták a bajba jutott Uszka települést. MSZP-sként hadd mondjam el, hogy én büszke vagyok arra, hogy a múlt heti kongresszusunkon 800 000 forintot gyűjtöttünk Uszka község megsegítésére, és a jövőben is minden lehetséges módon segíteni fogjuk. A Jobbikos frakcióvezető Adorján Béla azt javasolta, hogy jöjjön létre katasztrófa sújtotta terület, ami jogosult lenne kormányzati támogatásra. Ha bevezetnék azt az ingatlan védelmi rendszert, ami vagy akármilyen mezőgazdasági vagy ipari tevékenységet védő rendszert, ami katasztrófa sújtotta övezet kinyilvánítása után egy központi költségvetésből történő helyreállítást szorgalmaz, akkor nagyon-nagyon sokat lépnénk előre. A testület végül úgy döntött, hogy testületileg és egyénileg is segít a bajba jutott településeken. Egyrészt a közgyűlés a saját költségvetéséből egy összeget felajánl, ami 200 000 forint, az lényegében jelképes, de azt hiszem, hogy ez a gyors segítség mindenképpen nagyon sokat jelent majd a településeknek, illetve a közgyűlési képviselők is egyöntetően egyhangú szavazással támogatnák azt, hogy a közgyűlési képviselők a saját tiszteletdíjukból 10 000 forintot felajánlottak. A szatmári térségben összesen 13 településen 1000 ingatlant rongált meg a jég. Emellett károsultak önkormányzati és mezőgazdasági épületek is. A kár mértéke eléri a 400 000 000 forintot.